Ivanovic. Labdát szerez az Alaegerszeg, a jobb oldalon Sztukály indulna. Egy hívelés mélységből Bodnártól. Rudolf felől elfejeli a labdát Mijatovic. Máté. Jó a passz. Mijatovic azért biztosított előtte. Koulibaly. Hatalmasat esik, mert rálép a labdára. Jön az indítás. Sluka. Plackó. Máté a megszerzett labdával. Szó sem lehet lesről. Kamber. Rudolf. Lövésre Cvitkovicsnak. Herceg András a párharcok fontosságát emelte ki a mérkőzés előtt. Jön a szöglet. Máté emelte ki. Máté. Illés. Így lehet jó Kambernek. 4-3 ellen mehetnek az alaegerszegiek. Sluka. Sluka beadása, megint ott van Pavicevic, noná, hogy megint ő fejeli el. Fecesin elől sikerül elrúgni a labdát. Mészáros megpróbál felgyorsítani, beviszi két ember közé és elveszíti a labdát. Az ütközést is felvette Máté, ezután pedig indít Kamber Mijadinoszki. Rendben van már az iménti ütközés után Varga. Magyar kupa elődöntő a fővárosban, most elutaztak Zalaegerszegre, ez azt jelenti, hogy egy hét alatt 2300 kilométert utaztak. Mutatja a sebet Pavicevic, amit most szedett össze. Máté, Todorovic. A mai napom. Pedig nagyon aktívan kezdett az alaegerszeg. És egy pillanatnyi figyelmetlenség, hagyták, hogy Nikorek leforduljon, ez lett belőle. Kocsárdi. Rajkomár. Ő tehát az egyik, aki átélte azt a 7-2-es vereséget a kezdőcsapatban. Kocsárdi. Máté. Rajkomár. Máté. Nézzék meg azt a zöld falat. Elég nehéz ott rést találni. Kamber. Máté. Jó meglátás. Illés hozhatja. Ebben a hangzavarban taktikai utasítást adni. Valóban rövid volt a fejes. Máté. Szépen jön föl Kocsárdi. Szép beadás, megint rövid a fejes, Polonkai lő ezen a poszton, és döntött úgy Mezei György, hogy próbálkozzunk meg balhátvédként játszatni eleket. Kamber és Sándor első, illetve második felvonás a levegőben. Pavicevic, Sándor és Kamber, Kamber tudta elfejelni, Máté. Bocsárd indít, Pavicevic, ott marad Máténak, ez ígéretes így. És Pavicevic ezt még befutja. És ebből látunk ma, én azt gondolom, sokkal kevesebbet az alaegerszegtől. Megint látványos mozdulattal. Egy teljesen tisztán, egyből a labda középre, Elek tudja lefejelni. Csak már nem jó helyre. Kész Polonkai. Bogunovics, pontos passz. Ő ugye átesett a télen egy kisebb műtéten, de most már itt van a pályán, szerencsére. Egy nagyon intelligens labdarúgóról szól, ez pedig egy jó kiugratás, Illés Plaszák kigurítását. Kocsárdi kapja, aztán teszi tovább Máténak. Mijatovic lábáról került ki az oldalvonalon kívülre. Aztán egy labdaszerzés, Máté volt az. Kamber. Pattan most előre a labda. Kamber. Támadásba lőni Kamátot és Rajcit. Máté. Van
Kanikvár. Máté. Rájka már. Négyet rúgtak a kis MTK-nak. Ötöt, majd hatot a Kecskemétnek. Szluka. Máté. Megy a másik oldal, és megy a labda is, Kocsárdi. Értelemszerűen a középpálya lett ezzel lazább kinyitott. Tehát nagyon fiatal még, tínédzser. Simek lecsúsztatja jobbára saját magának. Kamberrel ütközik, nincs hívszó. Van viszont Les. Panikvár. Játssza át túl gyorsan a középpályát, az Alegersze pedig megtehette volna. Ez viszont így nem lesz, Szágyó rossz ütemben lépett ki, és ott a második gól, magas földi szerzi. Bogunovic. Máté. Ha az Alegerszeg megnyeri ezt a mérkőzést, akkor egy pontra megközelíti a harmadik helyen álló győri csapatot. És a dobogóért harcoló, a harmadik helyért küzdő együttesek közül. Nézzük közben a beadást! Jováncai bent a rövidán. Egy fejes Tóth Balázs nem tudja elfejelni. Máté Péter maga elé teszi ballal, lő Máté! Hatalmas gólt lő Máté Péter! Ritkán látható! Hatalmas remekbe szabott góllal, 2-0 arányban vezet a Kaposvár. A mérkőzés 77. percének közepén. És azt kell mondjam, hogy tökéletesen megérdemli Máté Péter, mert eddig is a mérkőzés legjobbja volt. Most csak rátette a koronát ezzel a ritkán látható, remekbe szabott góllal. És újra Pintér. Máté, Máté lövi, hatalmas gólt lő Máté Péter, de valami hihetetlen nagy gólt rugott. És oda megy ki Máté, nem kér most a társakból valakinek akarja a gólt ajánlani. Ott van az ő társasága, barátai, családja, és most jöhetnek a társak. Elképesztő, hogy hogy találta el Máté a labdát, amit Pintértől kapott. A szöglet pedig ott van, Ferenci megcsúsztatja, és ott a gól! Vezet az ETE! Máté Péter első gólja az ETE mezben! Nagyszerű, végre! Erről beszéltem, ért a gól az ETE házatáján. Józsi György szögletét megcsúsztatta Ferenci, és a hosszú oldalon átsorgó Máté Péter egy erőteljes mozdulattal a hosszú felső sarokba stukkolja a labdát. Természetesen nem erre a mérkőzésre értem, hanem a közeljövőre, valamelyik találkozón, hiszen már edz rendesen a csapattal, és itt a kispadon is van egy óriási gól! Hú, mekkora gólt lőtt Máté! Óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba Máté. Gondolt egyet, és nem akarok nagy számot mondani, de közel lehetett a 40 méterhez, onnét megtűzte, és védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba. Veszíteni Szalma, rosszul jött a helyzet, Máté, és ott az egyenlítő gól! Remek! Itt a gyors válasz nagyon kellett a 25. percben. Az előrehúzódó Máté Péter a gólszerző, óriási tibázott Szalma kapus, aki alászaladt Sebők szögletére. Így Máté egyből legalizál, nagyszerű. Nagy Tamás szól, hogy járt le. Waltner szépen húz középre, még egy kicsit 100%-os, ott lehet az ötödik, ott is van az ötödik. Waltner lejátszotta, ezt kérte Nagy Tamás. Waltner pedig önzetlenül oda tálalta, ha jól láttam, Máté volt az. Így van, Máté Péter volt a gólszerző, és Waltner adta a gólpaszt. Ügyessel a balján, Máté gól! 4-1! A
azt kell mondjam, hogy a meccs végét profi módon oldotta meg a Zalaegerszeg, mert egyrészt az ellenfél térfelén tartotta hosszú percekig a labdát, és aztán volt türelme még egészen a negyedik gólig játszani, amelyet Máté lőtt. Ez egy nagyon higgadt csel, közelebb lép, és kilövi a hosszú sarkot. Hát kiütéses vereség a vége siófoki oldalról. Majd 3 perccel a lefújás előtt Máté parádés lövéssel mattolt a Szántait. 3-2. Az esélyesebbnek kikiáltott Reac otthonában sikerült begyűjteni a 3 pontot az Etének, amely mindenképpen biztató a hétvégi Kaposvár elleni mérkőzés előtt. Mind a két játékos részéről. A ráadás pillanataiban pedig teljesen váratlanul megszületik a szépítő gól. Egy lövésbe Máté teszi bele a lábát 2-1. Igen, én úgy látom, hogy elaludt a Ferencvárosnak a védelme. Itt azt hitték, hogy már vége, ugye ez a belőtt labda, ez rosszul szabadít fel a védő, és ez a középre menő kóbor labda, ez teljesen felkészületlenül éri a ferencvárosi védőket, és hát az igazság, hogy innen már nincsen nehéz dolga az a legeszegi támadónak.